régi jó ismerősünk, Takács Mária. Az elmúlt évi világbajnokságon a harmadik helyen végzett, két kínai mögött. Most itt, ezen a VB-n, Isztambulban nincs egyetlen kínai sem, és Takács Mária egy jó fogáson van túl, a szakításban 92,5 kg-on mutatkozott be. Úgyhogy mindebből már kalkulálható, valami kirajzolódik, hogy ennek a kategóriának az egyik esélyesévé lépett elő, különös tekintettel arra, hogy a testsúlya is legkönnyebb ebben a társaságban az élreállók között. Legnagyobb ellenfele lehet a most következő görög Antonopoulou. Ő is 92,5 kg-on mutatkozik be, és a görög lány elsősorban a szakításban gyengébb, a lökésére koncentrálott, fejlődött az elmúlt időszakban sokkal többet, úgyhogy más célja gondolom nem lesz, mint hogy igyekezzen Takáccsal lépést tartani. A verseny előtt, ha velem magával nem is tudtam beszélgetni, mert nem engedtek be a bemelegítő terembe, testvére Erika elmondta, hogy feltűnően nyugodt volt ma, Takács Mari végig egyáltalán nem a rá jellemző módon idegeskedett a nap folyamán, és szerencsére úgy tűnik, hogy ez a nyugalom megmaradt a szakításban is, és a versenyen is ráragadt, rátelepedett. Remélem így lesz ez a továbbiakban is, mint ahogy most a 95-ös szakításánál volt. A dobogóra lép időközben a nigériaiak versenyzője, Ogbeifo. A súly 95 kg, neki viszont ez most már javítás. A 95-ön elsőre elrontotta, második fogása jó, de Takács Mari tesúlya könnyebb. A veresegyháziak versenyzőihez képest nem 2,5, hanem egy további 2,5 kg-os emeltetést kért a görög bajnoknő, tehát 97,5 kg-ra megy. Ezzel átvehetné a versenyben a vezetést, ha teljesíti. Pedig a kezében volt. Ez abszolút a kezében volt, de van még egy fogása, úgyhogy könnyen lehet, hogy megcsinálja ezt a súlyt, de Takács Marinak is boldogulnia kell vele. Az orosz Komics ugyanezen a súlyon, tehát 97,5 kg-on nagyon szép szakító technikával dolgozott végig, 90-ről 95-re és most 97,5-re. Jogos az öröme, három jó szakító gyakorlattal a versenyben az élre került Albina Komics. És most már kint van Takács Mária, akinek 97,5 kg élete eddigi legjobbja lenne az ellenfele, pontosabban másodperceken belül az ellenfele lesz, tehát magyar csúcskísérletet tesz Takács Mari, a Veresegyházi Fitness Klub versenyzője, akinek mindene a klub és mindene a súlyemelés. Minden az éremszerzés megfog, amikor fölállt volna a súllyal, akkor elől kihullott a kezéből. Pedig itt volt, adva volt a nagy lehetőség, és nagyon közel volt hozzá. Következik a nigériai Ogbeifo. Hát, ez váratlan fordulat volt. A magyar csúcs ezúttal nem sikerült. És most azon kell szurkolnunk, hogy egyáltalán a dobogóra kerüljön a 97 helyett, a 95-tel, amit elért, és ez ebben a pillanatban vált bizonyossá, amikor a nigériai lánynak rossz volt ez a fogása. És a verseny utolsó gyakorlata következik 97,5 kg-on. A görög Antonopoulou a szakításban, tehát az utolsó fogás. Az orosz Komics nyerte meg a szakítást, az egészen biztos. Könnyebb testsúllyal,
mögötte második helyen végezhet, ha megcsinálja a vörök, de nem csinálta meg, és ez azt jelenti, hogy Takács Mária 95 kg-mal a második, tehát újra ezüstérmes lett, eddig a világbajnokságokon összesen 20 érmet szerzett, most életében ott lett volna a lehetőség, hogy először aranyat is, de a 21. is ezúttal ezüstre sikeredett. A szakítás világbajnok nője Pomics be is fejezi most már a lökést, ez a harmadik fogása 115 kg-on. És egyetlen rossz gyakorlata volt a verseny folyamán, mindössze Albinának 97,5 volt a szakítása, és ehhez társul a 115 kg-os lökés. Az összetetben 212,5 kg-ot ért el, és ha minden igaz, akkor ezzel nem lehet veszélyes Takács Máriára. Nagyon remélem, hogy túltette magát Takács Mária, hogy a szakításban a nagy lehetőség kihullott a kezéből, hogy engedte kihullani, engedte kicsúszni a 97,5 kg-ot, és a lökésre ez nem lesz semmilyen negatív hatással. 117,5 kg, remek gyakorlat, bemutatkozó fogásnak tökéletes, jobbat kívánni sem lehetne, és a 212,5 az összeredmény, amivel vezeti a mezőnyt, az első helyen áll, de a vörök kislány, aki lökésben, mint már mondtam, nagyon jó, eddig még nem jelentkezett egyáltalán. Közeledik viszont a nigériai Ogbeifo. 120 kg-ot kér, és ez a második lökése lesz majd. Takács Máriának az egyéni csúcsa egyébként 122,5 kg. Ha megcsinálna ezt a fogást Ogbeifo, abban az esetben ő kerül az első helyre. Piros lámpa, a gyakorlat rossz, így marad a 210 érvényes, egyáltalán nem bántja, úgy tűnik az a kifejezését tekintve. A felvétellel még nem volt semmi baj, hosszas gondolkodás után löki ki, aztán bele is nyom, úgyhogy csak piros lámpa lehet a vége. Egy vetétással több vagy kevesebb, ez ennek a gyakorlatnak a kérdése. És mi lesz a válasz, ha 120-at teljesíti a nigériai hölgy abban az esetben, de már tovább nem is kell mondanom, túl sok volt ez már a számára, tehát 210-zel fejezte be a versenyt, ami annyit tesz a mi részünkre, illetve meg is sérült közben, hogy Takács Mária a legrosszabb esetben már világbajnoki ezüstérmes. Ott egy pillanatra a táblán a háttérben láthatták, és most még egyszer olvasható volt, 122,5 kg. Ez a súly Takács eddigi legjobbja, tehát a magyar rekorddal azonos eredmény. Szép volt, Marika, de szép volt, és ez az összetetben jelent e pillanatban új csúcsot, 217 és felett. Hát föladta a leckét ellenfelének Antonopoulou-nak. Hát majd meglátjuk, hogy mennyit lesz képes lökni a görög. És Takács Máriának egy fogása még minden esetre hátra van. Hallatlanul, izgalmasan alakul a verseny, ugyanis a görög hölgy Antonopoulou
bemutatkozásra, 125-öt teljesített, és hangsúlyozom, ez volt a bemutatkozása, ezzel már is beérte Takács Máriát. Neki most utolsó gyakorlatra jön el a 125, jaj de nehéz, jaj de dolgoztatta. És már is két piros lámpát gyújtottak meg a bírók a gyakorlat közepette. A gyakorlatot elvették. Ami azt jelenti, hogy a továbbiakban már minden az ellenféltől, Panagiotától függ. És most lenne jó látni a lassítását az előző kísérletnek. Sajnos a lassítás elmaradt. 127,5. Tehát ha teljesíti, nincs is szükség itt most már a számokra, akkor ő az első. A Takács Marinak meg kell elégednie a második helyjel. Ez már nem szabályos. Ez már nem szabályos. Úgyhogy neki sem sikerült a 127,5 kg, és még ez azt jelenti, hogy van reményünk. Van reményünk, ott nyom bele. Még egy gyakorlat erejéig él a remény. Új Európa csúcsra lenne szüksége a görög Antonopoulou-nak ahhoz, hogy a világbajnoki aranyérem az övé legyen. Ha nem tudja kilozni a 127 és velet, abban az esetben életében először a világbajnokságon első lett volna Takács Mária. Az utolsó fogásra összeszedte magát, és teljesítette a 127,5 kg-ot, és ezzel 220 kg az összeredménye. 2,5 kg-mal több, mint amennyit Takács Mária elér, és így a veresegyházi Európa bajnoknő ezúttal 3 ezüstéremmel zárta isztambuli szereplését. Összesen pályafutása során ezzel már 41 érmet szerzett. Ebből 23 világbajnokságokról való, mindegyik ezüst, illetve bronz. A világbajnoknő utolsó gyakorlata a képernyőn. Róla annyit, hogy egy esztendővel fiatalabb, mint Takács Mária, 67-es születésű, és az aténi Atlas Club versenyzője. Azt hiszem a leghitelesebb kézből Takács Máriától tudhatjuk meg, miért vették el ezt a gyakorlatot. Miért vették el ezt a gyakorlatot? Ez jó indulat kellett volna. Úgy érzed, hogy a szabályok szellemében jártak el a bírók? Nézd, 22 az sokkal jobb volt, és azt megkaptam. Minden esetre a nézők tájékoztatására a szabály pontosan volt, hogy... Hogy azt mondja, nem lehet gurítani? Igen. Én nem illetem, gurítottam. És azóta visszanézted már ezt a gyakorlatot? Nem. A 22-t rosszabbnak éreztem, mint a 25-öt. A 25 könnyebb volt, mint a 22. Hát minden esetben felvették, és valóban, ahogy itt visszanéztük a televízión keresztül, hogy nem azonnal került a helyére az a súly, volt benne egy folyamatos gurítás fölfelé. De hát úgy látom, hogy most már egy kicsit túltetted magad rajta, amennyire lehet. Így igaz. Hogyan tovább? Az élet egy kivételes lehetőséget nyújtott most. Kell az életbe szerencse is. Mondom ezt egyszer, meg talán az az igazi, mikor kínait ver meg az ember, és úgy kap aranyat. Gyönyörűen hangzik. Sokan azt mondják, hogy a modern technikával dolgozunk, 15 kg-mal több lehet. Na én próbáltam, indultam világversenyen modern technikával is, és hát hogy mondjam, nekem az sokkal nehezebben esik, meg szóval nem tudok abba újabbat, meg nagyobbat produkálni, mint ollózva. Mert úgy nézem, tavaly óta 15 kilót fejlődtem ollózással. És beülve, hol is? Jakartába indultam.
és nem ment jobban, sőt, kezdtem visszaesni annyira, hogy azt mondtam, hogy jaj, tehát ebből valami még. Akkor Takács Mária olyan marad, amilyennek megismertük. Pontosan, maradunk a hagyományon. Hogy ismerjék még meg az utókkor, hogy van olyan az a világ. Úgyhogy maradjunk ennél a hagyománynál. Így igaz, reméljük így lesz tovább is. Köszönöm. Én is köszönöm. Nem messze Kínától. Tajvan.